Nyíregyházi és környékbeli pékségek segítettek rászorulókon október 16-án a Kenyérvilágnapján. A kedvezményezettek kiválasztásában a Pékszövetségnek a Magyar Vöröskereszt segített. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke és a Magyar Pékszövetség megyei szervezetének elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! A világnapoknak általában van valamilyen céljuk. Ennek a világnapnak mi? Igen. 2001-ben a Világ Pékszövetsége kongresszusán Svájcban elhatározta, hogy október 16-át jelöli meg a Kenyérvilág napjának. Ennek az volt a célja, hogy ezen a napon több mint 30 ország népszerűsíti a kenyérnek a fogyasztását, arról beszél, hogy milyen nehéz előállítani a kenyeret, és egy kvalitatív jelleggel ezen a napon, mint egy 30 országban, a rászorulóknak ajándékozik, adományozza azokat a termékeket, amit nem biztos, hogy minden nap a rászorulók meg tudnak vásárolni. Ha jól tudom, országszerte mindenhol máshogy emlékeztek meg. Valóban a Pékszövetség mind a 19 megyében megszervezte ezen a napon a adományozást. Volt, aki megnyitotta a pékség ajtajét iskolások, óvodások előtt, hogy népszerűsítsék a kenyérnek a gyártását. Gyerekek gyúrták a perecet, hajdogatták, tehát nagyon nagy élmény volt látni, hogy a gyerekeknek a arcán mosoly fakad, amikor a kenyérnek az illatát megillatozták. Volt olyan, ahol óvodákba vittek rendezvényekre mai napon termékeket, és a gyerekek a kóstolgatták, lehettek mosolygós arccal, úgyhogy különböző változata volt az országban a Kenyérvilágnapi ünnepségnek. Mennyi kenyeret osztottak ki Nyíregyházán? És mennyire értékeli így utólag sikeresen? Nem csak kenyeret osztottunk, tehát ugye a Vöröskeresztet kérte meg arra a megyei szervezetet, hogy azokat a rászorulókat hozza el a Kossuth téren, de most már mi 10. alkalommal, akik úgy gondolta a Vöröskereszt, hogy igenis ők rászorultak, és igazából mosolygós arccal jelentek meg, és vették, kapták a kenyeret, és nagyon-nagyon megköszönték. De nem csak kenyeret, hanem nagyon sokféle pékárút adtunk a rászorultaknak, mintegy 1000 darab süteményt és kenyeret osztottunk szét, egy olyan 6-700 fő volt az, aki ezeket a termékeket megkóstolt. Volt, aki elvitte, volt, aki hazavitte az 5 fős családjának, úgyhogy igazán nagyon nagy élmény volt látni, és köszönték a rászorulók, hogy igenis vannak ilyen emberek, akik a nehéz éjszakai munka után, hiszen a pékek reggelre kell, hogy friss termékeket tegyenek a vásárlók asztalára. Tehát ha belegondolunk, igazából kevés olyan szakma van, amely éjszaka dolgozik azért, hogy a vevők, a lakosság minél frissebb terméket kapjon az asztalra. Tehát ezt is megköszönték, hogy ebben a nehéz helyzetben, amikor a sütőipar nagyon sokféle hatást éri, ennek ellenére ingyen osztogatnak ilyen terméket, és ugye köszönjük annak a 6 pékségnek, Nyíregyházi és környékbeli, aki ezeket adományozta a rászorulóknak. Ön szerint egyébként mennyire kell reklámozni a kenyeret manapság? Én azt gondolom, hogy a jó kenyeret kell az embereken megértetni, hogy mi az a jó kenyér. Ugye megváltoztak a kenyérvásárlási szokások az utóbbi időben, hiszen azok a termékek, amelyek adalékanyaggal készülték és nagy térfogatóak, azok kezdenek háttérbe szorulni. Előtérbe kerülnek azok a kovásszal, hosszú kovásszal élet kenyereknek a fogyasztása, ami egészséges. Mitől egészséges? Attól egészséges, hogy nem tartom az adalékanyagot, nem tartom az ebetűs számokat, és maga a kovász adja meg a kenyérnek a lelkét. Ugye a kovász minimum 6 órás időtartamat kell, hogy elkészüljön, de van olyan termék nálunk, ami 48 órás kovásszal készül, és ezeknek a termékeknek a eltarthatósága jóval hosszabb, mint a nagy volumenű termékeknek. Ugye az emberek is rájönnek, hogyha megvesznek egy nagyobb kenyeret, és 2 nap múlva megszállt, és ugye a pazarlás kapcsán, ugye ez a szemetesekbe került, nem biztos, hogy az a termék, amely kovásszal készül, hosszú kovásszal, és valamennyivel drágább, nem biztos, hogy hosszú távon az lesz a drága. De azt hiszem, hát itt az egészséges szempontot emelném ki, hiszen a kovász az nagyon fontos, hogy a savtartalom kapcsán az emésztő szervek könnyebben föl tudják dolgozni azokat a termékeket, amelyek kovásszal készülnek, és azt hiszem ez egy
fontos célja a magyar sütőiparnak, hogy ezeket értessük meg a lakossággal, hogy ezeket érdemes vásárolni. Tehát lehet, hogy a több évtizeddel korábban mondjuk egy kenyérfogyasztó ilyet kezdett volna elfogyasztani, akkor most éppen az adott helyzetben nem lenne gluténérzékeny? Ilyen is lehet? Elképzelhető, igen, a gluténérzékenységnek egyik oka többek között ez is, hogy a megfelelő étkezési szokásokat kellene megváltoztatni, és igazából nem biztos, hogy ez a betegség alakult volna mindenkinél. Na, nyilván ez egyértelműen nem lehet kijelenteni, azt hiszem egyik befolyásoló tényező ez is. Tehát akkor azt el lehet mondani, hogy változnak a trendek, és egyre inkább a minőség felé mozdulnak el a fogyasztók. Így van, egyértelműen kutatások is ezt mutatták ki, hogy a rozzsal, gluténnal készült termékeknek a fogyasztása megnőtt, és figyelnek az emberek a kenyér fogyasztásra, egyre inkább ez látszik. És önök felkészültek erre egyébként? Igen, tehát mindenképpen az én pékségem is, de a szakma is ezzel próbál alkalmazkodni a vevői szokásokhoz, hogy hosszú kovásszal készítjük a termékeket, és minél kevesebb adalékanyagot alkalmazunk a készítésekor a kenyérnek. Említette, hogy a magyar pékek eléggé nehéz helyzetben vannak. Gondolom nem csak a pékek, hanem azok a vállalkozók is, akik üzemeltetik a pékségeket. Mit emelnek ki a legnagyobb problémának? Azt hiszem most a legnagyobb probléma országos a szinten is a munkaerőhiány. Nagyon sok pékség zár be amiatt, hogy nincsen megfelelő szakember. A megyénk ez valamelyes jobb helyzetben van, hiszen a megyében található olyan iskola, aki pékeket képez, tehát ez valamennyivel enyhíti a nehezebb helyzetű pékségeket, de hozzá kell tennem, hogy ez egy olyan szakma, ami döntően éjszaka foglalkoztatja a dolgozókat. És az a jelentő, hogy a fiatalok igazából nem szeretnek éjszaka dolgozni. Tehát erre egy megoldása a különböző gépesítések, késletet keresztőknek a kialakítása, amely a nappali munkával elkészült termékeket beteszik a keresztőbe, és szűkíti a éjszakai munkát. Tehát mindenképpen pályázatokra van szükség, hogy ezt a munkaerőhiányt tudjuk küszöbölni, és még frissebb termékeket tudjunk a vevők asztalá tenni. Ez az egyik megoldás. A másik pedig a szakképzésnek a fejlesztése, hogy ebben jelentős változások lesznek 2020-tól, úgyhogy megváltozik a iskolai rendszer oktatása, és bízunk benne, hogy ez az új oktatási rendszer valamelyes fog segíteni a pék szakmának az ellátásában. Arról lehetett hallani, hogy az elmúlt időszakban azért elég erőteljesen nőtt a kenyérára, lehet ilyet hallani, hogy 8,5%-kal is. Ennek ellenére még mindig bajban van az ágazat? Hát az ágazatnak... Megéri pékséget üzemeltetni? Kell pékséget üzemeltetni, hiszen az embereknek itt reggel pékálót kell adnunk. Ugye a multi beszállítók vannak igazából az a közép pékség, amely a kereskedelmi lánc és a beszállító közötti részen helyezkedik el, hiszen nyilván a vevők, a nagy multi vevők le szeretnék nyomni az árat, hiszen a kenyeret alapvető érvényszerek tekintik, és becsalogatónak használják, ezt tudjuk nagyon jól a nagy multiláncok. Tehát ott erős a nyomás a átadási árak csökkentése révén. Ugye az alulőjövő nyomás pedig az, hogy jelentősen növekednek a költségek, alapanyag költségek, nagyon nagy importanyagot használ a sütőipar, hiszen a forint gyengülése jelentős költségnövekedést jelentett. Ugye nem beszélve a minimálbér növekedéséről, ami ugye ebben a szakmában hatványozottan jelentkezik, hiszen miután döntően éjszaka dolgoznak a pékek, vagy délután, a lárakódó pótlékok hatványozottan jelentenek költségnövekedést a többi szakmához képest. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szakma, és nagyon szép szakma az, amikor az embereknek enni kell adni, hiszen a Biblia is benne van, hogy add meg mindennapi kenyerünket, és azt gondolom, hogy ezt a szakmát folytatni kell, és ez egy nagyon szép szakma, és igyekszünk a Pékszövetségen keresztül ennek a szakmának a szépségét megpróbálni népszerűsíteni. Legyen ez a záró mondat. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.